Először is hadd kezdjem a szokásos, mondjuk úgy, hogy szolgálati közleményünkkel. Egyébként köszöntök minden résztvevőt. Ugye résztvevők között nem tudom pontosan némelyik név esetében, hogy az valójában milyen személyeket vagy kit akar. Ezért szeretném azt elmondani, hogy ugye ez a Média Klubnak a rendezvénye, és a HTL tagok, akik a levelező listákon szerepelnek, ők kapnak értesítést minden alkalommal az előadásainkról. Viszont, hogyha valaki olyan van a hallgatóságunk között, aki jelenleg nem HTL tag, de szeretne értesítést kapni ezekről a rendezvényekről, akkor a képernyőn látható három e-mail cím bármelyikén, hogyha ezt jelzi, akkor felkerül a mi levelező listánkra, és a következő időszakban ezekről kap értesítést majd. És akkor egy picit az értesítések kapcsán hadd harangozzam be azért a következő eseményünket is előzetesen. Az ezt követő esemény október 13-án délután 4 órakor lesz. Mire lehet jó az 5G broadcast, tesztek, tapasztalatok, vélemények címmel lesz egy előadás, melyet Balla Évi kolléganőm az Antenna Hungáriától fog megtartani. Szeretettel várjuk arra is az érdeklődőket. Igazából ezek voltak azok a hivatali közlemények, amiket előzetesen szerettem volna elmondani, és akkor most hadd köszöntsem itt a körünkbe Szántai Peti kollégámat, aki az Antenna Hungárián a Wi-Fi szakterületnek a csoportvezetője. Jó pár éve együtt dolgozunk itt már Péterrel, az ő irányítás alatt működik itt az Antenna Hungárián belül egy olyan Wi-Fi-s csapat, amelyik nagyon komoly lépéseket tett itt, Wi-Fi hálózatok tervezése, megvalósítása, majd üzemeltetése terén. Ez a történet az Antenna Hungáriában 2016-7 környékén indult. A 2017-es vizes világbajnokságra már jelentős mértékben építettünk ki Wi-Fi hálózatokat. Ez a történet azóta is tovább folytatódott, elég erős kompetenciával rendelkezünk ezen a területen, úgy gondolom, hiszen speciális nagy területek lefedésére, vagy nagy rendezvények lefedésére is tudunk megfelelő szolgáltatást nyújtani. Ebben már tapasztalattal rendelkezünk, és az egyik ilyen terület lesz terület az, amiről ma Péter nekünk beszélni fog, egy kicsit egy ilyen speciálisabb területe, az iskolai Wi-Fi hálózatok, amik szintén egy jelentős nagy projekt volt itt az Antenna Hungárián belül ennek a kivitelezése, úgyhogy Pétertől erről ennek kapcsán hallunk majd néhány szót. Péterrel már egyszer találkozhattatok itt ebben a Média Klub rendezvényei között, február 24-én tartott már nekünk egy előadást, akkor a Wi-Fi hálózatok tervezéséről, kivitelezése kapcsán beszélt meg, a szabványok kapcsán mondott el néhány dolgot, most viszont az országos Wi-Fi hálózatra, iskolai Wi-Fi hálózatra fog fókuszálni. Úgyhogy Péter, megkérlek, akkor tartsd meg az előadásodat. Köszönöm szépen a bevezetőt, meg az ismertetést. Igen, itt a nagyon jól sikerült, legalábbis köszönöm szépen a pozitív visszajelzéseket az előző előadás kapcsán, és már akkor felmerült a kérdés, hogy szívesen hallanátok még ilyen wifi-s témákról, történetekről, és hát a mai előadásnak, vagy a beszélgetésnek a témája valóban ez a magyarországi országos wifi hálózat az iskolákban. Megpróbálom kivetíteni nektek az összeállítást, amit elkészítettem. Hát nem tudom, mennyire látszik. Oké, látjuk, hogyha még vetítésmódba esetleg átlépsz. Igen, szuper. Kiváló. Szóval az országos iskolai wifi hálózatról fogok beszélni. Ahogy Zsolt elmondta, itt az Antenna Hungárián belül elég, azt mondhatom, hogy országos szinten is elég jó kompetencia alakult ki a wifi területén, és hát az az igazság, hogy szükség is volt erre a kompetenciára. Az első oldalon rögtön szeretnék egy kis számmisztikát bemutatni. Maga ez az egész országos hálózat, ez több mint 3600 végponti telephelyet jelent. Ez a végponti telephely, ugye ez gyakorlatilag itt oktatási intézményt jelent, tehát országosan több mint 3600 intézményben működik ez a rendszer. Természetesen mindenhol egységesen, tehát ez teljesen homogén, minden helyszínen ugyanazt a szolgáltatást lehet elérni. Összesen több mint 61 000 access pointot
tartalmaz a hálózat. Hát nem tudom, kinek mit mond ez a szám, ez egy elég nagy szám, és hát nem tudom, hogy Közép-Európában, vagy akár Európában milyen ehhez a léptékhez fogható hálózat üzemel, de nem gondolom, hogy túlságosan sok lenne, ami megközelíti ezt a méretet. 54 darab Wi-Fi kontroller szolgálja ki ezt a rengeteg access pointot. Hát itt különböző gyártók, különböző kontrollereiről van szó. Nyilván itt nem homogén a hálózat gyártó szemszögéből, tehát nem egy gyártónak az eszközei vannak minden egyes iskolában, különböző gyártók különböző eszközeit kell vezérelni központilag, ezért a legnagyobb gyártóknak a kiszolgálására készen van a központ. Maga a forgalom nyilván, amit a Wi-Fi-n kiszolgál ez a rendszer, egy tűzfalon megy keresztül, mielőtt az internetre kiléphetne. Maga a tűzfal, nyilván ez nem egy darab tűzfal, hanem a tűzfal csoportnak az átviteli kapacitása az 60 gigabit per szekundum, úgyhogy ebben már a redundancia is benne van, tehát ez egy eszköznek, egy tűzfalnak a kiesése esetén még mindig 60 gigabit per szekundum áteresztő képességgel rendelkezik, és hát pont a tegnapi napon direkt ráfrissítettem, hogy mostanában mennyi a felhasználó szám. Naponta a csúcsidőszakban, ami ez a dél körüli időszak, 130 ezer felhasználó van felcsatlakozva a hálózatra. Nyilván, mivel itt oktatási intézményekről beszélünk, itt a felhasználás az már napon belül is ugye egy szűkebb 6-8 órás időszakra koncentrálódik, illetve az évnek is az oktatási időre korlátozódott részében van főleg ennyi felhasználó, de az is látszik az adatokból, hogy iskolaidőn túl, illetve a nyári hónapokban is több ezer felhasználója van ennek a hálózatnak, hiszen nem csak a diákok, hanem az oktatók, illetve az iskolákban dolgozók is használják ezt a hálózatot. Szóval így első megközelítésben hát egy ekkora hálózatról beszélünk. Remélem sikerült éreztetni, hogy azért ez egy igen kiterjedt és nagy hálózat. Hogyan lehet megvalósítani, hogyan lehet működtetni egy ilyen nagy hálózatot? Nagyjából a rendszer az két fő összetevőre tehető. Az első az ugye a végpontok. Tehát magukban az iskolákban, az oktatási intézményekben van egy helyi hálózat, ami hát különböző Európai Uniós, illetve országos forrásokból származó pénzekből lett kiépítve. Ennek megfelelően nem is homogén. Itt ezen a térképen látjuk, hogy Magyarország különböző régiókra van osztva, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl, stb. Minden egyes régió más alvállalkozóval lett telepítve, tehát például az Antenna Hungária, ugye, aki ebből egy elég nagy részt vállalt ebből a feladatból. Nekünk a Dél-Dunántúl, a Dél-Alföld és a Közép-Magyarországi régió, ahol telepítettük ezeket az eszközöket, illetve magát a Wi-Fi hálózatot a végpontokon kiépítettük, de például a Nyugat-Dunántúl a T-Systems, illetve mondjuk Észak-Alföldet a Delta építette ki. És hát mivel minden egyes vállalkozónak megvannak a saját kedvenc eszközei, ezért nem is lett homogén a hálózat. Ugye az Antenna Hungária a Dél-Dunántúl, Dél-Alföld régióban Aruba Access Pointokkal dolgozott. A T-Systems Cisco Access Pointokkal, a Delta szintén Cisco Access Pointokkal. A Közép-Magyarországi régióban használtunk az Aruba AP-k mellett Huawei eszközöket is, illetve az X-Copy az Észak-Magyarországi régióban Rukusz eszközöket szállított. Tehát látszik, hogy a négy nagy Wi-Fi gyártó megjelenik az egész Magyarországon, tehát az Aruba, Cisco,
Huawei és a Rukus. Vegyes access pointokból kellett dolgozni, illetve hát nyilván mellette a feloldó hálózatnak a switchei is Huawei, illetve Rukus típusokból állnak össze, itt az olyan túl nagy diverzitás nincs a switch típusok között. Tehát Magyarország több régióból van lefedve, és minden régióban más-más eszközök vannak. Hogyan lehet mégis ezt egy homogén hálózattá összegyúrni? Hát erre egy megoldás van, hogyha magát az egész hálózatot valamilyen szinten központosítjuk. Tehát az egy rémálom lenne, hogyha egy ilyen országos méretű hálózatot valahogy úgy kéne üzemeltetni, hogy lokálisan, akár régiónként, akár megyénként, akár intézményenként külön-külön kéne ezt menedzselni és üzemeltetni. Ez értelmesen csak úgy kivitelezhető, hogyha az egésznek van egy olyan központi magja, ahol egy kézben, egy helyen átlátható, menedzselhető, üzemeltethető az egész hálózat. Ennek a központosításnak ugye az első lépés az, hogy valahogy össze kell kötni ezeket a szigetszerűen kiépített wifi hálózatokat, és hát ebben nagy segítség az, hogy Magyarországon a kifinek már van egy eléggé nagy kapacitású, eléggé jó lefedettséget biztosító gerinc infrastruktúrája, ez a HBO nevű, vagy HBO Plus nevű hálózat. Ugye a legtöbb intézmény, a nagy egyetemek azok közvetlenül ebbe a sok gigabit per szekundumos DVD-M rendszer vannak csatlakozva. A kisebb intézmények, azok ha nem is közvetlenül, de valamilyen társszolgáltatón keresztül tudnak csatlakozni ehhez a gerinc hálózathoz. És ennek segítségével jut el a forgalom abba a központba, ami ugye gyakorlatilag itt Budapesten a Viktor Hugo utcában található. Tehát maga a helyileg kiépített wifi hálózat az össze van kötve ezzel a nagy központtal. Hát hogy is néz ki nagyjából ez a központi architektúra? Hát ez egy ilyen leegyszerűsített ábrája annak, ami ebben a központban történik. Gyakorlatilag itt az ábra jobb oldalán látható a HBO felhő, de ezen keresztül érkeznek a Wi-Fi felhasználóknak a forgalma, illetve maguknak az access pointoknak és a switcheknek a menedzsment elérése ebbe a központba. Található itt két nagy Cisco Nexus switch, minden redundánsan van kiépítve, tehát ez azért egy akkora hálózat és olyan magas rendelkezési állási igényei vannak, hogy természetes követelmény volt az, hogy minden redundáns lehet, ami lehet, redundáns legyen. És ahogy látjátok, szinte egy ilyen tükörképe van az eszközöknek a vízszintes tengely mentén. Minden switch, minden router duplikálva van, minden hálózati kapcsolat gyakorlatilag duplikálva van, és tűzfalból gyakorlatilag 4 darab áll rendelkezésre. Ez az, amit mondtam, hogy egy eszköz kiesése esetén is a 60 gigabit per szekundum áteresztő képesség az biztosított. Gyakorlatilag itt a 4 darab tűzfal az akár degradálódhat 3 eszköz hibával, ha még egy tűzfal élve marad valahogy, talpon marad valahogy, akkor is 20 gigabitet ki tud szolgálni. Tehát minden egyes, ami lehetséges volt a hálózaton belül, minden egyes kapcsolat, minden egyes eszköz redundáns kialakítású, ugyanúgy a kontrollerek is, a wifi kontrollerek, amik ugye az access pointok működését biztosítják, látható alul és felül 26 és 26 darab, szintén ugye minden redundánsan van kialakítva, bármilyen egy eszköz meghibásodásra gyakorlatilag nincs még szolgáltatás degradáció sem, tehát ugyanolyan paraméterek mellett ugyanolyan kapacitással tud működni a rendszer. Egy kis
képet is tudok mutatni. Gyakorlatilag ennyi eszköz, hát mondanám, hogy befért négy regszekrénybe, de sajnos már ezt a négy regszekrényt is túlnőttük. Most már egy ötödikben is van egy kis bérelt helyünk. Tehát négy regszekrényi eszközt jelent ez. Gyakorlatilag az egyik regszekrényben, itt a bal oldalon látható regszekrényben gyakorlatilag csak Aruba kontrollerek vannak. A középső képen láthatóak a nagy aggregációs switchek, ezek a nagy Nexus switchek, nem tudom mennyire látszik, de ebből is kettő van egymás alatt fölött. Itt a következő szekrényben vannak ugye ezek a Cisco kontrollerek, ebből is van jó pár darab, és az utolsó képen látható még pár Huawei kontroller. Tehát elég sok helyet is igényel maga a rendszer, és elég sok, nyilván ennek megfelelően elég, hát elég költséges is volt ennek a kialakítása, de azt hiszem, hogy ez abszolút megértem. És milyen szolgáltatásokat nyújt ez a központ? Láttuk, hogy az ábrán szerepelnek nyilván a Wi-Fi kontrollerek, hiszen ez adja meg az egésznek a vázát, hogy egyáltalán ezek a Wi-Fi access pointok elkezdjenek dolgozni. Ez mindenképpen szükségesek a Wi-Fi kontrollerek. Azt is említettem, ugye, hogy négy nagy gyártónak az eszközei támogatottak, tehát itt a központban Aruba, Cisco, Huawei és Rukus kontrollerek vannak. Gyakorlatilag, ha ezek közül a gyártók közül bármit szükséges még integrálni a rendszerbe, akkor ez gond nélkül megtehető. Természetesen, hogyha jön egy újabb igény mondjuk egy ötödik gyártóra, akkor nyilván annak a kontrollerei is integrálhatók ebbe a rendszerbe, és onnantól kezdve azokat a végponti eszközöket is tudjuk kezelni a központban. A tűzfalakról is ugye beszéltem, nyilván az oktatási intézményeknél ez egy kiemelt funkció, hiszen a gyermekek védelmében mindent meg kell tenni, és nem engedhető meg az, hogy ők olyan tartalmakhoz hozzáférjenek, ami számukra ugye káros lehet. Tehát nyilván ilyen pornográf, fegyverekkel kapcsolatos, fogadásokkal kapcsolatos témák azok ugye nem férhetnek hozzá, és ez nagyon szigorúan is van véve. Aztán egy komoly funkció az autentikáció. Ugye nyilván nem szeretnénk azt, hogy bárki bárhogyan hozzáférjen a hálózathoz, hozzáférjen az erőforrásokhoz, úgyhogy itt egy komoly ellenőrzés van, a feljelentkezésnél, illetve a feljelentkezés után is egy komoly ellenőrzés van, hogy ki mihez férhet hozzá. Ez is egy komoly része a hálózatnak, hogy egyáltalán ki használhatja, ki férhet hozzá a hálózathoz. Nyilván van egy vendégbejelentkező oldal a vendég wifi-nél, ez is ugye egy ilyen úgynevezett captive portál szerverről származik ez az oldal, ez is egy fontos funkciója ennek a központnak, hogy ez is meg van valósítva. Hát egy tipikus, úgy mondom, hogy egy ekkora hálózatnál már egy nélkülözhetetlen funkció az NMS vagy Network Management System szolgáltatás. Ugye ez önmagában foglalja egyrészt az eszközöknek a kezelését, tehát hogy minden egyes eszköz, ami a hálózat részét képezi, az jelenjen meg egy rendszerben, legyen lekérdezhető, mi az adott eszköz gyári száma, mikor került be a hálózatba, esetleg csere esetén, milyen eszközre lett cserélve, tehát egyrészt egy ilyen inventory jellegű funkciót ad, másrészt meg nyilván egy monitoring funkció is nagyon fontos ezen belül, hiszen szeretnénk tudni, hogy mi az, ami működik, és mi az, ami nem működik, tehát folyamatosan látnunk kell a hálózat állapotát, hogy mi az, ami vele esetleg problémák adódnak, és ez az NMS rendszer, ez egyik funkciója ez is, hogy jelzi, hogyha bármivel, bárhol valamilyen probléma van.
Aztán vannak nyilván ezek az általános hálózati funkciók, a DHCP szolgáltatás, ami ugye a feljelentkező klienseknek az IP címét adja meg, a DNS szolgáltatás, ami ugye a domain neveknek az IP címre fordítását végzi el, illetve egy ilyen alapvető IP adminisztrációs szolgáltatás, egyáltalán milyen IP címeket kinek osztunk ki, folyamatosan nyomon kell követni, hogy milyen címek vannak használatban, és mik nincsenek. Itt egy pillanatra kitérnék még arra, amit az elején elfelejtettem mondani, hogy ez a hálózat ez nem csak IPv4-en működik, hanem IPv6-on is, tehát most már azért kezdünk végre átlépni abba a szerencsés helyzetben, hogy egyre inkább terjed az IPv6 is, és nyilván ez a hálózat már erre fel van készítve, tehát amellett, hogy IPv4-en is tudnak kommunikálni a kliensek, aki képes rá és aki szeretne, az akár IPv6-on is tud kommunikálni, és az egész rendszer összes funkciója ezekre is ugyanúgy vonatkozik. Hát, hogy még egy fontos szolgáltatás van, ez a lopgyűjtés és mentés funkció. Hát ez nyilván egyrészt arra jó, hogy az eszközökben, a saját eszközeinkben, illetve az összes hálózati eszközben létrejövő logokat összegyűjtsük hibakeresésre, illetve hibabehatárolásra lehet ezeket használni, de emellett nagyon fontos az is, hogy ugye a hatósági adatszolgáltatásnak meg kell felelnünk, tehát a felcsatlakozó klienseknek az adatainak az olyan szintű logolása, amiből visszakereshető, illetve a hatósági adatszolgáltatásnak meg tudunk felelni, azt ugye tárolni kell. Azért ekkora méretű hálózatnál ez is elég nagy adatmennyiséget jelent. Egy kicsit térjünk vissza akkor egyesével ezekre a főbb funkciókra. Ahogy említettem, a Wi-Fi kontrollerek tekintetében a négy nagy gyártó eszközei vannak jelen a hálózatban, és minden redundáns felépítésű, ráadásul ugye a redundancia az 1+1 redundanciával van megvalósítva, tehát minden egyes aktív eszköznek van egy olyan tartalékpárja, ami, hogyha bármi történne az elsődleges eszközzel, akkor azonnal át tudja venni annak minden funkcióját. Ezáltal gyakorlatilag kiesés nélkül tovább tud üzemelni a hálózat, sőt, gyakorlatilag a Wi-Fi kliensek észre sem veszik ennek a meghibásodásnak a hatását, tehát gyakorlatilag ugyanúgy folytathatják a munkát, mintha mi sem történt volna. Szintén egy kis összefoglaló táblázat a darabszámokról. Ugye Aruba kontrollerből van a darabra a legtöbb, utána jönnek a Huawei kontrollerek, aztán a Cisco és a Rubus kontrollerek. Kicsit árnyalja a képet az is, hogy nyilván Rubus kontrollerből csak kettő van, de hát ugye Rubus AP-ből is jóval kevesebb van. Különböző gyártók különbözőképpen méretezik a kontrollereik kapacitását. Ezért fordulhat elő például, hogy a Cisco kontrollerből a nagyjából 20 000 AP-t, azt 10 kontrollerrel meg lehet oldani, amíg mondjuk a Huawei-nek a 13 000 AP-jához gyakorlatilag több kontroller kell. Egyszerűen ez azért van, mert mások az eszközök, egy Cisco kontroller sokkal több AP-t tud lekezelni, mint egy Huawei kontroller. Nyilván törekedtünk arra, hogy a létező, a piacon lévő legnagyobb eszközöket szerezzük be, hogy minél kevesebb kelljen belőle, de hát így is a gyártói korlátokba belefutottunk, és egyszerűen azért muszáj ennyi darab kontroller, mert az AP darabszám ezt indokolja. Az nagyjából látszik, hogy a legtöbb AP az ugye Arubából van. Ugye, ahogy láttuk ott az elején a régióknál, ugye Arubának három régiója van. Cisco-ból is nagyjából ez a 20 000 AP darabszám van, ugye ott szintén három régióból jön ez össze.
és a RUCUS a saját egy régiójával, ugye csak ilyen 5000 alatti API darabszámmal rendelkezik. A következő, amiről már beszéltünk, a tűzfalak, amit említettem, ezek szintén redundáns kiépítésben vannak. Minden egyes tűzfal az önmagában 20 gigabites kapacitásra képes. Ebből ugye az következik, hogy a 4 darab az 80 gigabit kapacitással rendelkezik, és azért szoktuk a 60 gigabitet emlegetni, mert ebből már beleszámoljuk azt is, hogyha valamelyik eszköz a 4-ből meghibásodna, egy eszköz kiesése esetén még mindig tudjuk biztosítani ezt a 60 gigabit per szekundumot. Itt a tűzfal esetén ugye nincs ez az 1 plusz 1 redundancia, itt ilyen N plusz 1 redundancia, hogyha úgy tetszik, de gyakorlatilag minden egy tűzfal folyamatosan részt vesz a munkában, úgymond, tehát nincs aki pihen, nincs egy dedikált tartalékeszköz, hanem minden így folyamatosan működik, és nyilván egy terhelésreosztással van megoldva, hogy mindegyiknek nagyjából azonos terhelése legyen. Ahogy említettem, itt a gyermekek védelmében nagyon fontos a tartalomszűrés, hogy ők ne juthassanak olyan tartalomhoz, amihez nem szeretnék, hogy hozzáférjenek. Emellett nyilván a kor követelményeinek megfelelően vírus és malware szűréssel is rendelkeznek ezek a tűzfalak. Egy érdekes dolog, ami egy elsőre nem tűnik nagy dolognak, de ez egy komoly fejlesztés és egy nagyon komoly integrációnak az eredménye az, hogy gyakorlatilag intézményenként, tehát iskolánként külön lehet változtatni azt, hogy melyik iskola milyen tűzfal csomagot szeretne magának alkalmazni. Ez azt jelenti, hogy van egy dashboard felület, és az iskolának az erre kijelölt rendszergazda, vagy igazgató, vagy számítástechnika tanár, aki éppen kezeli az iskola hálózatát, ő egy dashboard felületen kiválaszthatja azt, hogy az iskolára milyen tűzfalcsomagot szeretne alkalmazni. Ez ugye egy önkiszolgáló felület, előre definiált csomagok közül lehet választani, tehát ezért olyan szinten ő nem tud belenyúlni, hogy az alapszűréseket ne tartalmazza, de az, hogy ezeken az alap feltétlenül szükséges szűréseken kívül mondjuk milyen tartalmakhoz nem szeretné, hogy hozzáférjenek, az gyakorlatilag a csomagok választásával eldönthető. Ez nem tűnik olyan nagy dolognak így kimondva, de valójában ugye azért láttuk azt, hogy ez több mint 3600 végponti telephelyet érint, gyakorlatilag kell egy akkora adatbázis, hogy ahol tárolva van, hogy akkor pontosan ki mihez férhet hozzá, össze kell hangolni ezt az adatbázist a tűzfalaknak a konfigurációjával, illetve annak a definíciójával, hogy milyen tartományból érkező forgalmakra, milyen szűrési paramétereket kell beállítani. Tehát ez valójában egy elég komoly integráció volt. Nem tudom, hogy ilyet csinálnak-e bárhol. Ez egy elég speciális igény volt itt. Aztán egy kicsit az NMS rendszerről még bővebben. Ahogy említettem, ugye ennek nyilván a fő funkciói, a szokásos funkciói, ez a leltár és monitoring szolgáltatás. Hogyha eszközmozgások vannak, cserék vannak, azt ebben a rendszerben le kell tudni követni, milyen sorszámváltozások, mozgások voltak, mindig kell lennie egy olyan képnek, ami az aktuális állapotot tükrözi. Emellett viszont ebben a projektben egy nagyon-nagyon fontos egyéb funkciója is volt ennek az NMS rendszernek, mégpedig a telepítés támogatás. Ugye gondoljuk végig ezt a 61 ezer access pointot, ezt valamikor valahogy ki kellett vinni a helyszínekre, fel kellett éleszteni, és valahogy ennek
integrálódnia kellett ebbe a nagy hálózatba. Hát ezt nyilván meg lehet oldani kézi beavatkozással is, viszont sokkal-sokkal hatékonyabb, hogyha minden egy varázsütésre automatikusan történik, és ez többé-kevésbé így is volt ennél a nagy hálózatnál. Gyakorlatilag a telepítőknek semmi más dolga nem volt, mint hogy az előre beállított switcheket, illetve a beállítás nélküli dobozból kivett access pointokat áram alá helyezzék, és gyakorlatilag ez az NMS rendszer, ez felderítette az újonnan telepített eszközöket, egy gombnyomással gyakorlatilag felderítette azt, hogy milyen új eszközök kerültek ki, minden információt begyűjtött ezekről az eszközökről, tehát gyári számokat, meghatározta azt is, hogy milyen topológiában kerültek kiépítésre, tehát hogy melyik switch, melyik portjára, melyik access pointot dugták fel, tehát a későbbi dokumentálást is nagyon megkönnyítette ez a telepítés támogató funkció, és gyakorlatilag még automatikusan azt is meghatározta, hogy azok az access pointok a kontrolleren abban a megfelelő csoportban kerüljenek, ahova kell tartozniuk. Tehát gyakorlatilag ez az egész telepítésnek a folyamatát nagyon megkönnyítette, leegyszerűsítette. Gyakorlatilag egy nem volt szükséges mérnökre, vagy komolyabb szaktudásra ahhoz, hogy egy intézményben elindulhasson a szolgáltatás. Viszonylag egyszerű, úgymond szerelői szaktudással el lehetett indítani egy ilyen iskolát. Ez egy nagyon nagy előnye volt. Nyilván most már üzemel a hálózat, tehát ez a telepítés támogatás modulja, ez már annyira nincs kihasználva, de az első időben, amikor ugye telepítések voltak, akkor erre nagyon nagy hangsúlyt fektettünk. Illetve hát, amiről még nem beszéltünk, a statisztikai adatok gyűjtése, ugye itt mindenféle kliens számokat lehet gyűjteni, forgalmi adatokat, különböző adatokat a hálózati eszközökből, ezt mind-mind az NMS rendszer gyűjti be, és hogyha szükséges, recording stopped. Meg is lehet jeleníteni akár grafikus, akár táblázatos formában. És a végén ugye, ha már eljutottunk odáig, hogy összeállt a rendszer, akkor nézzük meg azt, hogy mégis mire lehet használni ezt a hálózatot. Gyakorlatilag két fő része van. Az egyik Wi-Fi szolgáltatás, ez az EduRoam szolgáltatás. Nem tudom, ki mennyire hallott róla, ez gyakorlatilag egy nemzetközi szolgáltatás. Ez azt jelenti, hogy ha én egy Magyarországon tanuló diák vagyok, és van egy ilyen EduRoam felhasználó nevem, akkor én kimehetek akár egy németországi, angliai egyetemre, vagy bármilyen oktatási intézménybe, ott ugyanez a hálózat, ugyanez a Wi-Fi hálózat van, ez az EduRoam hálózat, és én a saját felhasználó némi jelszavammal, amit itt Magyarországon kaptam, fel tudok jelentkezni az ottani hálózatra, és gyakorlatilag ugyanúgy elérem a hálózatot, mint hogyha itthon lennénk. Nyilván ez fordítva is igaz, tehát a német cserediákok, amikor ide jönnek Budapestre, vagy akárhol Magyarországra, akkor ők is tudják használni a saját felhasználó nevükkel ezt a hálózatot. Ugye ez egy 802.x-es, tehát Enterprise autentikáció. Ez a felhasználó névi jelszó szükséges ahhoz, hogy egyáltalán fellépjünk a hálózatra. Itt Magyarországon belül nagyon látszik az, hogy mielőtt ez a Wi-Fi szolgáltatás elindult volna, leginkább csak a nagyobb egyetemeken használták ezt az EduRoam rendszert, tehát tipikusan egyetemistáknak volt ilyen hozzáférése,
Viszont nyilván, mivel általános iskolában, középiskolában még annyira nem volt elterjedt, hogy lett volna az iskolában bármilyen olyan wifi vagy akármilyen szolgáltatás, amilyen szükségük lett volna ezekre az edulós felhasználókra, ezért nekik nem is volt tipikusan. Viszont azzal, hogy megjelent ez a wifi szolgáltatás a alacsonyabb szintű iskolában, tehát középiskolákban, általános iskolákban, azzal együtt elkezdett megjelenni ez az igény, hogy ők is szeretnének ilyen felhasználó neveket, és hát ezeknek a kiadása az folyamatosan zajlik, és mi azt vesszük észre a statisztikákból, hogy kezd felfutni ennek a használata. A kezdeti időkben, hát mivel nem rendelkeztek ilyen hozzáféréssel, ezért nem tudták ezt használni, de úgy tűnik, hogy ez emelkedik ezeknek a felhasználóknak a száma, tehát folyamatosan hát ugyanúgy, ahogy a fiatalok is egyre fiatalabban kezdik el használni ezeket a hálózatokat, egyre fiatalabban lesz igényük erre is, és a lehetőség pedig adott számukra erre. Ugye ahhoz, hogy akár a helyi erőforrásokat, helyi fájlszervereket, helyi nyomtatókat elérjék, itt a forgalom az helyben van kiléptetve, tehát lokálisan marad a forgalom az iskolán belül, és onnan kerül tovább a központ felé a forgalom. A másik szolgáltatás, ami elérhető, ez a guest vendég SSID. Ez gyakorlatilag egy vendég hozzáférés. Ennek az elsődleges célja az volt, hogy ha bárki olyan betéved az iskolába, aki nem rendelkezik eduron felhasználó névén szóval, ő tudja használni ezt az SSID-t. Ez egy nyílt hálózat, tehát itt nincs titkosítás, ellenben egy captive portál bejelentkezéssel kell kezdeni a csatlakozást. Ez egy jelenleg most már egy felhasználónév és egy jelszó szükséges. Azért azt láttuk a bevezetéskor, az első pár hónapban ugye gyakorlatilag országosan volt ugye egy felhasználónév és jelszó, hát ez nagyon gyorsan kikerült az internetre, és mindenki megtudta ezt a felhasználónevet, jelszót, és onnantól kezdve bárhol az országban tudta ezt használni, hiszen, mint mondtam, ez egy annyira transzparens hálózat, hogy tényleg országosan homogén. Tehát, hogyha én Debrecenben járok iskolába, ott valahonnan számítástechnika tanártól megkapom a jelszót, hogy tudjam használni az órán ezt a hálózatot, átmehetek Pécsre, és ott is ugyanúgy tudtam használni ezt a felhasználó névi jelszópárost. Nyilván ez kiderült, hogy ez nem jó, ez a megoldás, ugyanis hát sok iskolában ugye nem akarják, hogy a diákok folyamatosan internetezhessenek, hiszen az óra közben nem szerencsés, hogyha azzal vannak elfoglalva, hogy az okostelefonjukon interneteznek. Tehát elég gyorsan megjött az igény, hogy ne legyen ilyen egyszerűen használható ez a hálózat, ne legyen ilyen védtelen ez a országosan egy felhasználó név és jelszó. Ezért szintén egy elég komoly fejlesztésnek hála, ugyanúgy, mint a tűzfal csomagok, itt is a guest vendég felhasználó névi jelszavak intézményenként külön kezelhetőek. Tehát ugyanezen a már említett önkiszolgáló felületen, ez a dashboardon keresztül az adott iskola, az adott oktatási intézmény saját hatáskörben hozhat létre, törölhet, módosíthat jelszavakat a felhasználójához, és ez a felhasználó ezzel a jelszóval csak az adott intézményben lesz érvényes. Tehát én hiába kapom meg a saját iskolámtól ezt a jelszót, hogyha ezt odaadom a barátomnak, aki a szomszéd iskolában jár, ő ezt abban az iskolában már nem tudja használni. Tehát ezzel azért egy sokkal komolyabb biztonsági szint érhető el. Itt ez egy
tanelezett forgalom, itt minden forgalom gyakorlatilag bekerül egy nagy csőbe, és a központban esik csak ki, ezen gyakorlatilag csak internet szolgáltatás érhető el, helyi erőforrásokat ezen nem lehet elérni. És hoztam még egy tegnapi grafikon, látszik rajta, hogy tegnap 11:25-kor készült, illetve nem akkor, annál később, bocsánat. Ez gyakorlatilag a felhasználó számok alakulását mutatja. Látszik rajta egyrészt az a periodikusság, amit említettem, hogy iskolaidőn belül ugye elég gyorsan megugrik a felhasználó szám. Napközben, amíg az oktatás folyik, addig egy viszonylag lapos értéke van, és amint vége van az oktatási időnek, gyakorlatilag ilyen 2-3 óra körül vissza is esik a felhasználás, és látszik, hogy nagyjából az eduróm és a guest vendég felhasználóknak a száma az nagyjából kiegyenlített, és hogy összesen ilyen több mint 130 ezer felhasználó van csúcsidőben a rendszerben. Hát én ezzel szerettem volna zárni a mondandómat, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, és nyilván, hogyha bármi kérdésetek van, akkor várom szívesen. Köszönöm szépen, Péter, az előadást, igazán érdekes volt, úgy gondolom. Tényleg várjuk, vagy várja Péter a kérdéseket, szívesen válaszol bármilyen jellegű kérdésre. Ameddig egy picit esetleg gondolkoztok a kérdéseken, addig még hadd tegyek hozzá annyit, hogy azért, ugye, amivel Péter kezdte az előadását, ezek a számok, ezek elég impresszívek voltak, tehát hogy egy milyen méretű rendszerről van szó, és hogy a szerepe, hogy milyennek ezt, talán Péter kicsit kevésbé tért erre ki, gyakorlatilag azért Magyarország a digitális oktatás felé indult el, kormányzati programként van ez kijelölve, ahol azért nagyjából az a cél, hogy minden diák rendelkezzen valamilyen módon tablettel, PC-vel, és az oktatási időszakban, az órák alatt ezeket tudja használni, adott esetben videóforgalmakat, videótartalmakat tudjon rajta nézni, oktatási tartalmakat tudjon nézni. Tehát ezeket a rendszereket úgy kellett méretezni, hogy ez együttesen ennyi iskolában, az ennyi iskolában lévő sok száz diák esetében, párzamos használat esetén is működőképes rendszerről legyen szó. Gyakorlatilag ilyen mértékben még soha nem volt azért kihasználva a rendszer, mint ami a célja az egész rendszernek. Tulajdonképpen azért itt részben a pandémia is közbeszólt az egész történetben, hiszen az iskolák gyakorlatilag kiürültek, nem indultak be ezek a digitális oktatások, illetve a diákok számára szánt tableteknek a kérdése is még kicsit a levegőben lóg. Korábban voltak olyan elképzelések, hogy minden diák kapjon tableteket ehhez, aztán amikor a forrásokat vizsgálgatták rá központilag, hogy mire van forrás, akkor kiderült, hogy azért ez valószínűleg nem fog működni. Tehát ez az oldala a történetnek egy picit most lelassult, a felhasználási oldala, de ettől függetlenül azért még így is látszik, hogy mekkora felhasználói tábor van a rendszereken, tehát több mint 130 ezer konkurens user, azért ez elég nagy felhasználást jelent. Igen, azt nem említettem, de jó, hogy megemlítetted ezt a kérdést, hogy hány felhasználóra számítottunk, amikor ezt az egészet elkezdtük. Hát mi abból indultunk ki, hogy akár 1 milliót is elérheti a felhasználók száma, tehát a rendszerkapacitások így vannak kialakítva. Nyilván ez egy távlati terv, tehát nem 1-2 évre vonatkozik, de maga a rendszer képes lenne ennek a kiszolgálására is. És nyilván az is látszik, hogy ha a régebbi statisztikákat visszanézzük, a kezdeti időkben körülbelül olyan 20 ezres klienszámról indultunk, aztán elkezdett ez növekedni, ilyen 50 ezer, 80 ezer. A pandémia előtt, ha jól rémlik, voltak már ilyen 150 ezeres csúcsok is, és igen, hát a tavalyi év az olyan volt, amilyen, úgyhogy annak az eredménye, mivel úgymond dicsekedni nem tudunk, de most jelenleg ennél a 130 ezernél járunk, és biztos vagyok benne, hogy ez növekedni fog. Amivel viszont egy kicsit
alul terveztünk, ha úgy tetszik, hogy ahhoz képest, hogy klienszámban mennyire nem értük el, nem érte el az élet azt, amire mi számítottunk és terveztünk. A forgalom viszont meglepően megnövekedett, tehát hogy forgalmilag ugye most a 60 gigás kapacitásból azért már a 40 gigabitet azért elérjük. Tehát ahhoz képest, hogy klienszámban nem érjük el a tervezetet, a forgalom viszont jobban növekedett, mint amivel terveztünk. Úgyhogy csak mondom Zsoltnak, hogy fel kell készülni rá, hogy előbb-utóbb bővíteni kell majd a sávszélességet. Igen, Péter. Jó, és akkor kérdéseket várja Péter. Nagyon unalmas lehettem, mert mindenki elaludt közben. Nem valószínű, inkább szerintem az van a háttérben, Péter, hogy ez a wifi-s témakör, ez picit távolabb általán a hallgatóságtól, vagy annak a nagy részétől. Általában nem ezekkel a témákkal szokott foglalkozni a Média Klubnak a hallgatósága, és valószínűleg emiatt van az, hogy itt most egy kicsi visszafogottabbak a kérdésekkel. De hát, hogyha most nincsen kérdés, akkor ez a helyzet van. Én szeretném megköszönni Péter a... Kicsit nem egészen az a nagyon érdekes előadáshoz kapcsolódik, hanem egy kicsit távolabb a kérdés az, hogy lehet olvasni, hogy a néhány csúcs telefon már UVB-vel van, UVB képességgel van felruházva. Mi a véleményed, az UVB az valamikor is a Wi-Fi-nek lesz vetélytársa, különösen, ha jön az 5G, vagy az csak egy nagyon szép, amivel többet lehet eladni? Hú, az igazság, hogy most így megfogtál ezzel a kérdéssel, mert így, hát ezzel kapcsolatban nem nagyon vagyok képben, úgyhogy sajnos erre nem tudok válaszolni. Köszönöm. Mert sehol nincs válasz, ez csak egy hír volt, és az ember úgy elgondolkodott, hogy mi a fenének tesznek rá még egy lehetőséget, hogy van ennek értelme. Azt mondanám, hogy a marketing az mindent elbír, és... Igen, nekem is ez volt az érzésem, hogy marketing. Köszönöm. Akkor Péter, szeretném megköszönni, hogy felkészült ezzel adásra, szerintem érdekes volt nagyon. Iván is ezt azért visszaigazolta itt valamilyen szinten, úgyhogy köszönjük a részvételedet. Köszönöm, hogy itt lehettem. És akkor köszönöm a hallgatóságnak is, hogy jelen voltak. Mindenkinek további szép napot kívánok. Köszönjük, szervusztok. Szervusztok. Szervusztok.